ember, ez instant! Tehát, hogy megérzed, oda bam, így, azt a mindenit, ez hogy a picsába tudtad meg ízni kanálból? Te jó Isten ember! Megérkeztünk, ennek van halálíze, én ezt úgy szoktam hívni. Hú, bazd meg! Egy szusszanás. Mert azért itt nem tudjuk, mi vár rá. Hát nem, fogalmam nincs. Nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit. Ismét itt a csatornán. Hello. Barátommal, az Istivel. Szervusztok. Mint az előző videóban láttátok, amikor csípős csirkeszárnyakat kóstoltunk, említettem, hogy nem nagyon ismerek magyar gyártókat, és rögtön a komment szekcióban kaptam egy csomó javaslatot. Aha. Na most nagyjából az összessel felvettük a kapcsolatot, így vagy úgy, és hát mindenki nyitott volt az együttműködés olyan tekintetben, hogy felajánlották, hogy elküldik a szószokat, kóstoljuk meg, úgyhogy azt hozzá kell tenni, hogy egy szponzorált videó, annyiban merül ki a szponzoráció, hogy megkaptuk a büszkeségeiket, a termékpaletta krémjét, ezeket megkóstoljuk, és objektíven, tehát minden elfogultságtól mentesen, elmondjuk az objektív véleményünket. Persze. Ennyi. Ebben lesz ma a harcostársam, az Isti barátom, akiről azért a videóiból tudjuk, hogy annyira nem csípős fan, mint mondjuk én. Igen. Mármint, hogy így, ahogy te szoktad mondani, a lakossági szintig. Igen. Tehát, hogy ez a habanero szósz, meg jalapeño paprikáig, még úgy jó vagyok. Azután már, onnantól kezdve már fájdalom minden. Nekem van egy olyan sanda gyanú, meg amúgy együtt beszéltük is, hogy ezek azért nem lesznek olyan hardcore-ok. Nem tudom, ezt írta is egyébként a srác? Hát vannak benne azért már zorolabbak, de én úgy gondolom, hogy tudod, a szószok azok, tehát mint a kivonatos, meg a poros, ami száraz itt, azért hígabb, hígítottabb. Tehát biztos, hogy lesz vicces, de szerintem olyan nagyon brutál nem lesz. Jó. Okay. Na, akkor viszont nincs is más hátra, mint előre. Igen. Na. Az első. Igen, szóval nekem szerintem ez lesz a normál szint, és szerintem mondtuk, ez nekem mind fájdalom lesz, de majd meglátjuk. Nem. Ez ilyen tekilás habaneros? Jalapeño? Jalapeño with tequila. Uh-huh. Csípős. Uh-huh. Ő pikáns, fűszeres, chilisósz, jalapeño, chilipaprika. Igen, én ilyen savanykás, fanyar, savanya ízilányra számítok. Én egyébként nagyon szeretem a jalapeñót. Én is. Annak van egy ilyen, tényleg egy ilyen fanyar. Igen. Jellegzetes. Igen, és mellé azért egy paprika íze. Tehát az van egy ilyen TV paprika feeling is mögötte. Imádom. Úgyhogy meglátjuk. Figyelj, először beszéljük meg az adagokat. Tehát, hogy mekkora mennyiséget nyomunk rá. Tehát én egy ilyen, majd meglátjuk. Tehát, hogy megyünk előre, lehet, hogy egyre kisebb lesz a pötyi. Jalapeño azonnal. Ez az igazi savanyú jalapeño. Csak igen, az, csak igen, az jön, igen. És semmi más. Figyelj, mi legyen először te kanállal, meg nézed? Jó, oké, kóstold már elő. Elmond, hogy próbálok nem papírkutya lenni. Ez nagyon sűrű. Tényleg, pedig pont, hogy folyékonynak tűnt, vagy hígnak tűnt nagyon. Szóval próbálok nem papírkutya lenni, mindent meg akarok kóstolni, de ilyen adagokban, haver, én azért nem fogom. Finom. Finom. Finom, gondoltam. Tudod milyen? Mint hogyha jalapeño, meg csemege uborka, összedarálva. Aha. Nagyon kellemes. Tehát ilyen savanyított jalapeño feeling. Igen. Aha. Szerintem a csípőssége az egyes szint. Tényleg. Jó, persze itt a szintek azok különböznek. First step. Te úgy szoktad, hogy ráküldöd? Aha, tehát nem csak így mellé, és akkor mint a... Ahogy szeretnéd. Jó. Én nyomok egy ilyen. Figyelj, ez nem tartok, én is azért tolok rá egy... Na haver. Tényleg jó. Oké. Jó, ez tuti nagyon jó, az a csirkében van egy érzésem. Na muti! Szerintem ez abszolút jó. Mit mondasz? Ennyire kell, hogy legyen egy csirkeszárny. Nagyon finom, nagyon finom. Hogyha én magam részére rendelnék ilyen szósz tőlük, Ez biztos, hogy ez nem csíp sem ennyire. Ugye? Tehát a csirkével egyáltalán semmi. Ez a finom, ez jó volt. Ez szeretem, ez isteni. Árakat elmondhatunk? Hogy... Nem tudom. Őszinte leszek. Jó. Viszont a leírásban a gyártónak, itt lesz a Gapco Chilinek, leírásban megtaláljátok a webshopját, az Instagram oldalát. Eddig javaslom. Eddig jó eddig volt. Eddig még én is. Még jó vagyok. Eddig nagyon finom ez volt. Ez állat volt.
Mit is akartam? Na, nem is mondtad, milyen az ingem. Ja, igen, gyönyörű. De, tudod, milyen ilyen mondtad, hogy mit írt a kommentben, de egyébként ez a balatoni árus. Amúgy ez zseni, tehát tényleg jó. Maiz bite. Emlékszem a 90-es években, meg még a 2000-es évek elején is az eszkimós táblák mindenhol ugyanaz. Igen, igen, igen. Hát ez a, olyan, mintha leszetted volna az esernyőt, tudod, azt a izét, és akkor így magadra kutatod. Igen, mert kaptunk egy üzenetet, még ezt elmondom el, mert nem tudok lefeküdni, hogyha nem mondom el a videóban, hogy úgy néz, sokaknak csípi a szemét, hogy a videóban úgy nézünk ki Zsoltival általában, mint a 15 éves kisinasok, akik 50 centet hallgatnak. De ezt nem egészen értem, hogy ez hogy jön. Lehet, hogy a sapka miatt? Lehet, vagy... lehet, de hát... Nem, én Fred Durst-t hallottam már veled kapcsolatban, szóval a piros... Ja, igen, hát nem ilyen tudom, hogy én 1999 óta hallgatom a Limbiszitet. Annak akkor tényleg van is akkor. Tehát annak van alap, én ezt szeretem. Tehát az nekem egy olyan gyerekkort lezáró, tinikort közepét magába foglaló korszak, hogy ikonikus, és az nekem egy megtetél, azt valamilyen szinten képviselem. Értem. Ez nekem egy mérföldkő. Értem, most akinek nem tetszik, az nem, az tényleg persze, az, persze. Na, menjünk tovább. Ez a mangós? Igen. Ez a mangós. Ané mango habanero hot sauce zips. Great taste, nagyszerű íz. Várjál csak, mutasd csak. Zips? Azt mondtad, hogy zips. Azt tudod mi? Nem. Ők kérlek szépen, ha minden igaz, egy miskolci sörgyár. Nem mondom. Esküszöm neked, a Winkler Robi megvan, nem? Ha, igen, igen, az autó totál kárban. Így van, és ugye most van egy YouTube csatorna, és inkább ilyen sörteszt van egy csomó. És egyszer ki elment a Zipshez, és ugyanez a logó. Tehát ez a miskolci sörgyár. Na. Nagyon zseniális söreik vannak, ilyen epres, vagy volt olyan is, ilyen epres valami, és nagyon megkóstolnám én is. Úgyhogy ez egy sörgyár, hogy valami kollab lesz ez itt. Kollabot szimatolok. Nem baj. Kíváncsi. Hozzá tudtam tenni infót a videóhoz. Azt a mindenit, nagyon örülök magamnak, ez nagyon ritkán van. Ez nagyon ritkán van. De aztán majd mindjárt kiderül, hogy tudod valami orvosi kellékek egy gyártócég. Ez rendesen mangó. Mennyire vagy a mangóért oda? Én szeretem. Mangó szörp. Íze. Én imádom a mangót. Finom mi? Sörös? Sör jelleg jön valami? Egy kis sör. Milyen malátás, itt azért... Ja, itt beköszön. Van él mango, az ott van. Így beköszön. Beköszönget. Azért a habanero az már nem jalapeno. Aha, tehát hogy azért már csipeget. Igen, kontrasztban van csipös. Nagyon a hogy hívjákkal, a mangóval. Akkor késztem a pofázni, hogy most várjál. Ez egy kicsit... Már előre szellőszellőztem, dekantálom a számat. De nagyon finom. Na várjál, oké, akkor ezzel sínyen kell bánni. Mert nagyon folyik, azt ott láttam. Picit ez ilyen. Jaj, az lehet, hogy kicsit too much. Nem, amúgy nem nézni, de... De azért már úgy... Nem, ez nem ezután következik. Malátás egy kicsit. Ugye? Jól mondtad. Teljes mértékben. Annyira imádom a csirke szárnyat amúgy. Meg ez nagyon jó. De figyelj, nem tudom mi van. Picit most jön, várjál. Igen, ez nem rögtön, ez egy picit. Igen, de... Nem vészes. Tehát, hogy... Szerintem ez azután jön. Igen? Tehát, hogy... Nekem legalább hirtelen sok volt. Ja, hát mondjuk egy kanállal te betúrtál, mondjuk azt mindig elfelejtem, hogy azért te itt keményebb csávó vagy. De így csirkém nagyon enyhe torok csípést érzek. De tényleg baromi enyhét. Tehát nekem ez is még a lakossági kategória. Abszolút. Hogyha abszolút. Nem így kanálozod. Igen, abszolút lakossági. Nekem ez közelébe sincs az elsőnek. Tehát, hogy az összképügyek. Tehát nem rossz, csak nekem konkrétan olyan volt, mint egy pici csípős mangó szirup, szörp. Vagy püré. Vagy püré, tehát, hogy konkrétan igen. Annyira édes volt tényleg. És a csípőségen állom nem egyes már kettes. Nekem azért az elsőhöz képest sokkal intenzívebb. Az elsőnek az ízélménye az ötös volt, ezt elfelejtettük mondani. Ennek igen. Az ízélménye négyes volt. Négyes volt neked, nekem ez ízélményre olyan 3-5, 3,5. Csípőség nekem 1, mert nekem az első 0 volt. Tehát az első konkrétan nekem egyáltalán nem csípett. De mondom, te megint más lesz a ez vélemény. Ez nem verseny. Persze. De ez még ugye bőven a kellemes csípős. Hogyha... Azért jó, hogy az Isti, aki ugye nem annyira kedveli, meg jártos ezekben a csípős dolgokban, mond egy ilyen objektív ítéletet, hogy ez azoknak a kedves nézőknek, akik egyébként szintén nem annyira bátrak a csípőssel, kapnak egy objektív képet. Így van. Tehát én egy nagyon jó teszt leszek így most itt erre.
Na, igen. Next one. Mehetünk tovább? Következő az legyen mondjuk ez a rose hip, hot sauce. Mi ez a rose hip? Rózsacsípő. Rózsacsípő. És kérlek szépen titeket, ez csipkebogyós chili sauce. Akkor a rose hip az csipkebogyó. Így van. Ennyi. Nincs már semmiféle információ. Figyelj. Nyitom neked, jó? És ami akkor nézze. Kanalazgasd. Én csipkebogyó, mi volt? Chili sauce. Hát a chili sauce még úgy nekem nem tűnik olyan veszélyes sztorina. Szerintem egy valamit felejtettünk el eddig az összesnél, lehet egy kicsit fel kell rázni. Igen, főleg az előzőt valószínűleg, de egyébként... Ez egy picivel sűrűbb, mint az előző, nem iramodik meg annyira. Eddig állagra az első volt a legjobb szerintem, tehát az a sűrűbb kategória. Ez a mangós, meg az első között van csípőségre. Mm-hmm. Nagyon kellemes csípke. Én nem vagyok egy csípkebogyó, de ez nagyon, ez jó. Ez ilyen, úgy nem nagyon tudom most írteni, ilyen savanykás? Ilyen savanykás. Aha. Inkább teában, meg talán lekvárba ettem még régen. Na. Utólag azért egy kicsit építkezik. Hát fiak, én ezzel bátor leszek, mert... Ja, egyébként tényleg abszolút nekem lakossági kategóriának tűnik még ez is. De ugye a weboldal szerint ők még azért az enyhén csípősek. Aha. Jó, na nézzük. Proszit. Kicsit ketchupos beütés. Ilyen édesebb ketchup jön bele nekem. Nekem már ilyen mézes. Uh-huh. Mézesen édes. Honey ketchup. Figyelj! Jól mondtad. Ez annyira sem csíp valóban, mint a mangós. Igen. De csíp egy picit jobban, mint a jalapeños. Ja, picit nagyon enyhén torok. Ez is még a kellemes kategória, de eddig szerintem ez a legrosszabb. Tehát ez persze megint ízlés kérdése, hogy te a csirkehús például mennyire szereted édessel keverni. Tehát például én még ilyen ananászos csirkét megeszek. Igen. Szívesen. De ez nekem már tényleg az a mézes kategória. Nem biztos, hogy ez mind csirkeszárnyhoz van megálmodva. Ízre nekem 3-as, csípősségre 1-es. Csípősségre 1. Great taste, nagyszerű íz. Hát én ezt szerintem azoknak viszont, akik szeretik a csipkebogyó ízét, és ők tudják, hogy milyennek kell lenni, és tudják mihez enni, azoknak szerintem ez tökéletes. És akkor ez volt a csipkebogyó íz? Így van. Akkor nagyon félrementem ezzel a savanyúval, mert egyáltalán nem savanyú. Hát azért savanykás szerintem a csipkebogyó. Savanykás? Az lehet, de ez a szósz nekem teribe édes volt. Aha, inkább édes. Jó. Édes volt. Rendben, a következő az hot pepper sauce. Ebből van kettő fajta is egyébként, ebből a hot pepper sauce-os sztoriból, de gyönyörűen mutatom nektek, jó ferdén. Extra erős chili sauce. Aha, a világ legerősebb chili paprikáiból. Lehet, hogy akkor ez nem most van még a sor. Figyelj, jöjjön! Figyelj, jöjjön, essünk túl rajta! Figyelj, tehát, hogy... Akkor viszont oda dobverőt kell. Ja, meg a kanál, mindenek előtt a kanál. Most ezt is kanállal, haver. Hát figyelj, akkor jön ki az íze. Ennek a... Nem baj, menjen! Carolina Reaper. Ez annak a jellegzetes... Ez... De már nem ez a legerősebb paprika. Elhiszem, nekem az még mindig. Nekem egy ponton túl már nincs különbség amúgy. Szinte leszek arra. Fú, ez szaglásra is. Ez Carolina. Ó, úristen. Na jó, ezzel nagyon-nagyon csínyen, de az vagy... Ebből tök mindegy, mennyit raksz rá, akkor is. Kellemes paprikás íze. Tudom. Nem csak az van benne. Igen, az íze, hoppi. That's for daddy. Az ízekkel sosincs baj. Szerintem egyből jön, ilyesmit próbál. És egyből jön a csípős, mi? Jön. Ember, olyan, mint a vér rajta. Igen, konkrétan. A sátán vére. Az. Így Halloween tájé. A Halloween tájé. Itt Mordorba. Jaj, várj, itt nagyon jön. Figyelj, srácok, nem, tényleg papírkutya, tehát figyelj, ne haragudj, de... Nem. Baba, az, hogy jó érezzük magunkat, jó. Az az első. Na, ott egy kis pöttyike. Haver, ez... Brutál? De jó paprikás. Legalább nem forró már a csirke. Igen. Annál rosszabb nincs, amikor csípős cuccot raksz a forró cuccot. Én még egy csirkét meg kell jegyem. Azért ezt most érzem, hogy a kanál az most képzett egy kellemes réteget a szájüregemen, és így egyenletesen ég minden. Jövöget. Nem. Jövöget, de így ilyen kis pöttyivel viselhető. Jó. Hú, jövöget, az nem biztos. Meddig lenne elég egy ilyen üvegnád otthon? Ez egy jó befektetés. Életem végénél ilyen negyede fogyott volna el körülbelül, persze. Hú,
Nem akarom túltolni, de azért csíp. Csípős, de ebből én sokat nem mernék. A nyelvemet, a szájpadlásomat. Ízre én megmondom őszintén, sokat nem éreztem belőle. Paprikás volt, az biztos. Most azért csíp rendesen. Nagyon. De nem az a folyamatosan nyitva akarom tartani a számot jellegű csípősség. Neked biztos, hogy az. Igen. De nekem úgy kell... Mértékkel ez teljesen rendben van. Megnyúlik az ember nyaga. Csípőségre mondjuk egy... Nekem mondjuk egy ötös skála az is, ugye? Igen. Minden. Hármas, ilyen kis adagban hármas, valószínűleg nagyobb adagban 4 körül lenne, ízre meg mondjuk egy 4. Nálam csípőség 4, a kanállal tudok viszonyítani, mert az 5 nálam. Uh-huh. Utána már nem sok mindent éreztem. 4, és az íz is egy, hát az 4,5, ez egy jó, tehát Carolina Reaperből olyan nehéz jó szósz, mert van egy nagyon jellegzetes erős íze, ami ledominál mindent, és itt nagyon jó harmóniában van állítva. Igen. Ez nekem ízre. Nekem is, főleg így, hogy tényleg ilyen visszafogottan csíp mennyiségben, meglepően, én azt hittem, hogy ez is ordítani fog ettől is, de... És egyébként azért szégyellem magam, és tényleg, hogy én nem tudtam ezekről, tényleg ezekről a magyar szószokról, és mondtam is a videóban is, hogy ez mind egyébként Magyarországon termelt, magyar ember munkája, le a kalappal. Le, tehát abszolút. Tehát, hogy... Nagyon adom. Tehát nagyon adom. Tehát örülök, hogy jó hazai termékeket. És akkor ő az, aki termeszti, minden csinál, palackozza, vagy hát az lehet, hogy ki van adva valahova, nem tudom, de... Hát a fene se tudja, de hát nem az már a lényeg. Az már a folyamatnak. Tex-Mex sauce, Taste of Mexico and the Deep South. Délvidéki történet. Ez egy jó fűszeres lesz valószínű. Ez jó, ez ilyen meka. Aha. Mexikói kajával hogy állsz? Szeretem. Mm-hmm. És nagyon jön is ez a római Szálszá. Köménynek van ilyen hónai jellegű, igen. Imádom. Én is nagyon szeretem van a benne. Köményt. Hát az úgy jellemző arra a régióra is. Koriander, római kömény, A római avokádó. Kömény az jön. A római kömény az jön, nem olyan durván, de jövöget. De nagyon jó, de nagyon. Ez isteni finom lesz, ezt nagyon szeretem. A takót is nagyon szeretem. Természetesen egy nagy evőkanalat mindjárt hozok. Uram, atyám, ember, Nutellával tolok ennyit. Biztos nagyon finom. Nagyon jó. Aha. Tehát ebben... Fire me. Ezt ilyen csilisbabba... Igen. Beízesíteni. És csíp, nem is csíp annyira. Annyira nem. Csipeget azért? Szerintem ez is nagyon, nagyon lakossági. Ez neked is meg egyes, kettes. Figyelj, akkor ezt most viszont bátran én meg... Egy ilyen... Tudod, mi lenne? Egyébként kérdésem neked is feltenném, hogyha mondjuk lehet. Csak persze. Ami Jolitól is megkérdeztem, mert ugye a Hot Ones műsor, ugye ez nem Hot Ones, igen. Ez Gabkó. De hogy arról szól, hogy közben kérdések. De jó. Nem annyira kellemetlen. Jó. Például mi a legnagyobb félelme? Mikor masturbált először. Igen. De a legnagyobb félelmem? Uh-huh. Várjál. Azt, hogy most átcseszel, és ez brutál csípő. Talán azt mondanám, hú azért. Jó. Finom. Ez jó. Finom ez a szósz, de én egy picit több ízre számítottam, őszinte leszek vele. Tehát jött az a mexikói, római köményes íz, de hamar el is tűnt. Igen, hát ezt bátrabban kell használni szerintem. Igen, hát most raktam rá. Csípőségre... Ugye az a nem az a... Kettő. Uh-huh. Kettő ízre, csak azért 4, mert hamar eltűnt. Aha. Nálam is 4 az íz, nagyon jó. Aha. A csípősség meg 2. Igen, óvatos. Tehát ez még a... Bátran ajánlott. Ezt még a fiam gyerekemnek. Abszolút, és tényleg teljesen mexikói íz. Na, rámegy. Teljes mértékben mexikói... Jó takót meglocsolni vele, amiben benne vannak ezek az ízek, tehát ennek az íznek nem dominálnia kell, hanem kiegészíteni. Igen. És arra szerintem tökéletes. Abszolút, tehát ez az ízvilág, hogyha szereted a mexikói ízt, akkor meg az ételeket, akkor nagyon jó lesz. Na de a legnagyobb félelmem, talán a hosszas betegségben meghalás, tehát ez a kórházban töltött idő, igen. Meg mondjuk a gasztroenterológus. Nyilván, hogyha az ember már szembesül egy betegséggel, vagy a környezetében látját, akkor az a pillanatokat rettegését tudálni. Na, megyünk tovább. Gabkó, Sriracha. Sriracha, ezt ugye ismerik. Sriracha, persze. Kis okosság. Az, én úgy tudom, hogy az ilyen nagyon enyhén csípős. Az ilyen, aztán, igen. Hogy Gabkó azt hogyan tuningolja, igen. Az már más a Gabkó garázsban.
Az már más kérdés. How to pimp, how pimp pimp. Pimp my sauce. Igen, igen. Na, hát én ettől azért már megmondom őszintén, ázsiaiak az bátran teszik a ramenre. Kis fokhagymát azonnal. Igen. Olyan, biztos, hogy van. Fokhagymát. Persze, figyelj, olyan, mint amikor beleszagolsz a kovászos uborka üvegbe, és a fokhagyma csap először, igen, mondjuk. Paprika, kis savanyúság, uh-huh. És rajta is írva, hogy grillezett paprikával és fokhagymával. Mm. És annyira jó, amikor te mondod meg, hogy mi van benne, leellenőző, és tényleg, és itt adja, érted? És egyébként ez 2022 Fiery Food Challenge winner. Ó, oh, oké. Okay. Hát ő okay. valamit... Hát Fiery Food Challenge az már úgy kicsit, nem is kanalazod? Ja, dehogy. Hoppáré, hát azért ne csináljuk már. Hát ne nagyon úszd meg, jó? Nem, hát már izé. Mentem volna rá a csirkére. Committed vagy a spoonhoz, úgyhogy hajrá. És mindjárt oda. Azért az már kevesebb a... De ez is olyan, hát, picit elmondtam. Nem, semmi? Nem vadorzó. Nem vadorzó, akkor figyelj. Nem vadorzó, abszolút nem vadorzó. Érzed a grillezett paprikát, a fokhagymát. Aha. Na hát ez... Istenre esküdtem volna, hogy ebben egy kis paradicsom is van, de valószínűleg kápia paprika, aminek van egy ilyen kis édeskésebb íze, aha, ami megtévesztem. Nagyon szép színe van egyébként. Gyönyörű, tűzpiros, szép élénkpiros, tűzpiros. Gyerekek, halloween-i színek. Aha, picit ilyen füstös is. Megint, olyan hamar elmegy az íze, hogy így kb. Tehát így nem is nincs időm megízlelni, hogy amúgy milyen finom. Bátran kell. Meglocsolni ezeket. Ez olyan jó, nekem ez annyira ízlik, hogy én megfűdetek benne egy ilyet. Ja, hogy kiküldöd a tányére? Én megfűrtetek egy ilyet. Jó. Nekem ez ízlik, én a szilácsát eleve nagyon szeretem. Hopp! ez már nem fog elilladni egy könnyen. Wow! Hát ilyen... figyelj! Én nem akarok itt... Tényleg nem akarok véletlenül szemét lenni. Objektívan. Finom füstös, gondolom a fokhagyma, a grillezett fokhagyma az, amit én grillezett érzek leginkább. De fokhagyma is van grillezett fokhagyma benne. Igen, ahogy olvastad. Grillezett paprikával és fokhagymával. Ja, akkor nem grillezett fokhagymával. Jó, mindegy. Szóval a fokhagyma jön, meg ez a füstös, a grillből gondolom a zöldség. Csípőség az kettő. Kettes, nálam az íz négyes. Igen, nekem is az íz az amúgy jó lenne, csak borzasztó hamar elillan. Tehát, hogy picit olyan érzésem van ezzel kapcsolatban, mint hogyha ez tudnom több ízt, de mint hogyha higítva lenne. Uh-huh. Mint hogyha mondjuk egy szörp lenne, amit mondjuk fölöntesz sok vízzel, és akkor eltűnik hamar az íz, igen, tudod? De amúgy nagyon finom, ízre mondjuk nekem ez egy kettő, csípőségre szintén kettő. Én kritikusabb vagyok, lehet egy kicsikét. Nyomod. De persze lehet aztán, hogy én is kanalaznám, akkor más mondanék, hogy akkor az maradna azért számon az íze. Igen. Made in Hungary nagymaros egyébként. Uh-huh. Gabko Barbecue. Na erre nagyon kíváncsi leszek. Szintén kategóriájában győztes a Fiery Food Challenge 2. Aha. Ez a Fiery Food Challenge, ez vajon ez majd meg kell nézni. Igen, hogy ez valami édes, elvó? Fényes, kólás, pikánsan fűszeres, chilis barbecue sauce. Erre kíváncsi leszek. Szerintem ez lesz nálam a winner. Azt mondod, így jól hangzik nagyon. Figyelj, a barbecue az csirkével, marhával, aha, azt mondják sertéssel, és azt nem tudom. De hogy az egy ilyen szent grálja a szószoknak. Igen, az egy ilyen... én nem szeretem. Nem képzeld, de nem vagy. Figyelj, megeszem, de füstölt, vagy hogy mondjam, folyékony füst. Nekem az szokott lenni. Vannak egyébként nagyon nagy differenciák, tehát hogyha a gyors éttermi kínálatban nézed a sült krumpli mellé kérhető barbecue, ott is ég és föld. Persze. Szerintem az egyébként ritka jó barbecue szósz. Igen, de tehát megeszem, nem az vagy, nem eszem meg nem szeretem, de úgy nem az igaz. Hát a tipikus barbecue szósz, állag, szín. Igen, egyébként jó színe. Ez a sötét barna jelleg. Arra vagy kíváncsi, mennyire lesz az vajon csípős, szerintem sem mennyi, picik, minim kettes megint. Ez zéró csípős. Zéró csípős? Nem, ez egy kicsit aljas, hogy később jön? Nem, ez nem. Kóla? Kólát nagyon érzed. Tényleg? Igen. Arra vagyok kíváncsi nagyon. Ezt nagyon érzed. Na jó, ezt viszont figyelj, én most már csak tanulva is abból, hogy nem nagyon érzem az ízét általában. Ezt fogod. Figyelj, én ezt így megküldtem most alaposan, jó? Ez egyébként egy... Nagy már egy gapkó, hogy nekem megharagudjon rám. Nehéz más, tehát ez nehéz másnak mondani, mint bármelyik. Ú, az illatán is nagyon jön a kóla. Azt a mindenit.
Wow. Nekem ez nagyon jó. Figyelj, ennek konkrétan barbecue jellege sincs. Nekem. Tehát ez konkrétan, ez most csíp egy picit. Vagy lehet, hogy most kicsit felkorbácsolta az előzőt. Nekem abszolút. De nekem ez inkább kólás. Mm. Egyébként viccen kívül. Nekem valahogy működik, basszus. Nekem abszolút hozza a kólával kiegészített barbecue-t. Mm. Nagyon-nagyon enyhe. Nem nulla a csípőssége, hanem fél az ötös skálán. Nulla skálán. 0,5. Mm. Szerintem jó. Ez finom. Ezt így enném. Az a baj, hogy ezt a gyerekeim így meginnák. Igen. Ezt meginnák a gyerekeim. Ez finom. Ez bejön. Ez a csirkével is valami, pedig ez is édes volt. De igen, valamiért ez működött nekem. Egyébként én a barbecue meg a füstiszt egyáltalán nem. Uh-huh. Nekem ez ízlik. Finom. De tényleg ez nekem jó. Ez ízre ötös. Ez ízre ötös. Megmondom a frankót. Csípőségre 0,5. Tehát ez... Igen. Ez a 0,5-ös csípőséget ezt én is adom. Ízre nekem mondjuk egy... 4. Uh-huh. De ez... Itt viszont már nem tudom, hogy érted, mire gondolok. Itt viszont már éreztem relatíve majdnem végig a csirke uh-huh. evés közben az ízét. Tehát te a hosszan kitartó íz intenzitás. Így van. Én azt keresem, mert más különben miért akarnék szószt tenni rá? Oké, hogy csípjen. Csak akkor rárakok bármilyen csípős szószt, amit uh-huh. kapok a, mit tudom én, Tesco-ba vagy valahol. Tiszta sor. Én ezeknél ezt keresem, hogy jöjjön az íze. Uh-huh. Ha már a így, specialitás. Jöjjön ki a különleges. Ha már így telibe van az arcomban, nyomva a kóla, meg a nem tudom, akkor érezzem azt. Ez szerintem ez maradéktalanul jött. Igen, de egyre nekem még mindig a favorite az első. Igen. Abból a végén sajnos, a végén még repetázzunk egy szószt amúgy a kedvenc szóra. Válasz ki, persze, nyugodt. Nekem szépen. Egyértelműen egyelőre. Na, ez lesz a Great Taste 2020 Hot Pepper Sauce. Uh-huh. Extra erős chili sauce a világ legerősebb paprikáiból. Tehát nem csak az egyikből, hanem... De amúgy az előző is ugyanez volt írva. Igen? Igen, ott a paprikáim, ott is többes számba volt. Uh-huh. Azon a... Lehet, hogy ez valami nagyon hasonló lesz. Ha csak nem ugyanaz. Én igen. Attól is tartok, hogy hát fia, lehet, hogy csak egy picit más a színe, meg más a koncentrátum, érted? Mégiscsak... Másik évjárat. Másik évje, igen. Én nekem van egy érzés, hogy fia, ugyanaz a címke, meg minden, uh-huh. tehát hogy... De figyelj, én ezzel is csínyán bánok. Egyébként elképesztő, én amúgy nem nagyon szoktam csirkeszárnyat sem enni, de hogyha csirkeszárnyat eszek, akkor sem nagyon szoktam szószt tolni hozzá. Valahogy semmiért, nem tudom miért. Mm. Mert csak nagy káoszt okoz, én mindig úgy vagyok vele, én ilyen lusta ember vagyok. Azt a mindenit. Azt már nem is? Dehogy nem. Ú, de jól megöntötted a papasz. Basszus, rossz nézni. Olyan, hogy baleset. Nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Durvább? Nem, ez nem a csípősség a durva, hanem... Az íz? A fanyarság, savanyúság. Ha! És nem ugyanaz. Meg a csípős is így az így megérkezik. Ebből keveset tegyél rá. De mindenképpen. Figyelj, látom az arcodon. Az agyom már tereked ilyen arcodon, az már nekem nem tetszik. Fú, fater. Jöhet a kellemetlen jó, kérdés papika. Egyébként. Közben, hogy eltereljem a figyelmet. Kellemetlen? Most, még a mosoly is kellemetlen ebben a pillanatban. Apám, na jó, figyelj, én nagyon pötyi. Tehát tényleg borzasztóan keveset raktam rá. Aj, fuck my life. Legkellemetlenebb komment tenni volt. Ami megragad. Ember, ez instant! Tehát, hogy megérzed, oda így, bam, így alatt. Azt a mindenit, ez hogy a picsába tudtad meg ízni kanálból? Te jó Isten ember! Na. Megérkeztünk, ennek van halálíze, én ezt úgy szoktam hívni. Hú, bazd meg! Uh-huh. Erre nem voltam kész. Ez nagyon nagy ugrás. Uh-huh. De ilyen ésszel, picikét, még úgy kellemes is. Félt és ne esik, szétcsípi a számat. De ilyen aljas köcsög amúgy. De minden. De tényleg hallod, amint megéreztem, mondom, így az agyamban éreztem, hogy az információ... Ahogy az információ jutott, hogy megéreztem, hogy hú, tényleg fanyag, és bam, kész, már arcon csapott a csípőség. Ez már ötös csípős, nálam. Ez már nem tud a no reaction lenni nálam. Igen, de még egyszer mondom, egészen meglepőnek tartom azt, hogy nagyon picit használva, még tolerálható. Szeretnék de... kérni papírt tőle. Igen, bocsánat. Maradjon itt. Jó.
Fú, fater! Ez már durvák jönnek itt. Nagyon keményen tolod. Ez érzem, hogy ez így nyitja meg a utat magának. Azt hittem a csakrákat. Azt is. Megnyitja a csakrát is. Jó, tehát akkor egyértelműen eddig ez a legcsípősebb. Én is azt mondom, hogy hiába baromi keveset raktam, de azért kapom. Nem úgy abszolút, mint itt, de ötös csípőség. És az íz is négyes nálam, mert egy jó paprikás, savanyú, egy... Igen. Szóval ez egy hot sauce. Ez. Gyerekek, ezt nem a lakossági. Ezt a úgynevezett csípős kedvelőknek javaslom. Addig hát, nyitom a következőt, mit szólsz, jó? Én kész vagyok, én ready vagyok. Na hát ez megint hot pepper sauce. Ez ilyen sárga Gapco, Jabeco. És kérlek szépen titeket, srácok, extra erős chili sauce a világ legerősebb chili paprikáiból. Once again, azt mondja, hogy hot pepper sauce yellow. Sárga paprika, TD paprika. Valószínűleg az lesz, ugye? Figyelj, szerintem ez is durva lesz, van egy olyan érzésem. Megint Magyarország turiszt? Ennek kísértetésen hasonló, csak egy kicsit gyümölcsösebb az illata. Egy gyümölcsös illata van? Nekem gyümölcsös. Nekem paprika. Halálos paprika. Úgy értem, hogy de... gyümölcsös paprika. Figyelj. Ez lehet, hogy ez a... Melyik az a... Nem a az a habanero. Habanero az, ami ilyen színű. Nagyon gyümölcsös. Meg ami ilyen, az a gyümölcsös, tényleg is ilyen sárga, és szerintem ez az is. Fú, fater. Ez nem annyira csípős, mint az előző volt. Nem-e? Viszont nem. De ízre viszont jobb. ízre? Most a torkomon maradt egy kis csepp. Ízre viszont koncentráltabb. Tehát erős, tehát sokkal koncentráltabb paprika íze van, mint az előzőnek. És nem annyira erős. És nem annyira erős, de várnád, mert olyan tömény paprika ízt érzel. És nem jön. De valahogy de a csíp, csíp azért, nem jön. De csíp azért. Azért csíp. Azért. Csak hogy egy négyes, tudod, de nem annyira. Figyelj, ezzel már bátrabb leszek tényleg, mert nagyon papírkutyán nyomom én ezt az egészet. Oh! Túl már csofában azt szerintem. Figyelj, rámegyek. Figyelj, nem akarok, én már annyira megúszós vagyok, annyira látom már, hogy kapni fogom a savat. Nem olyan brutál, de jó paprikák. Na ez most mit jelent nem akkor? Nem. Csípősége értéket mondj ötből. 3,5. Jó. Oh Jesus, szerintem ez nekem egy jó ötös lesz. Sok. Szerintem az sok. Jó, figyelj! Nekem is kell, nem szenvedtem még annyira. Tehát, hogy figyelj! Na, let's go, hello! Ez az lehető. Finom. Jó na, paprika. Itt aztán van ízélmény végig. Ugye? Érted, mire gondolom? Igen. De ugye a koncentrált, erős paprikák, és várnál a paprika íz miatt több csípőséget, nem kívánod, de várnál, és nem jön, és örülsz, hogy nem jön. Ez egy jó. Ez egy tényleg egy 3,5-esnek. Jön az, bassza meg! Jön az. Egyére még egy csirkét. Na, a legkellemetlenebb komment ever, ami így megmaradt. Hogy közben beszélhetessenek. Amúgy... Viccen kívül nem tudom. Gyerekek... Az segít a legjobban, ilyen zsíros húst tenni le. Rája! Nem, ne nincs meg. Nincs ilyen komment, amíg úgy örökre... Én nem akarok hazudni néha. Még egy kis szósz? Nekem ez ízre 5-ös. Ez egy nagyon jó paprikás ízű. Csípősségre 3,5. Ez egy jó szósz. Ez megint egy nagyon kiemelkedő szósz. Great Tasty 2020. Abszolút aláírható. Szerintem ez egy jó szósz. Ha csínyá, ha fele annyit tettél volna, nem szenvednél ennyire. Viszont most már senki nem írhatja a kommentmezőbe azt, hogy az Isti nem ment rá a brutálra. Ízre 5, stabilan 5, csípőségre nekem ez egy ugyanúgy 3,5. A mennyiség viszont sok volt. A sok volt.
Gondolkodok még a kommenten közben. Bufoter! Bazd meg! De hogy így az ajkamat alul! Te most se látta tűzkerességen, a következők már nem fognak úgy megnyüstölni. Gyerekek, lájkot! Egy lájkot az Isti miatt hagyj kérjünk, aki respektálja, hogy ráment erre a nagy mennyiségű, ez már az extra csípős a gyártó weboldala szerint is. Iratkozzatok fel! Igen. Egyébként minden elérhetősége Istinek is a leírásban lesz szokás szerint. Nyitom a következő papám. Hot pepper sauce. Egyszerűen csak. Volt piros, tűzpiros, sárga, és jön egy narancssárga. Figyelj, nyugodtan tekintse attól, hogy én most magamba fordultam egy kicsit, jó? Én el vagyok, én tudom. Jó, nem, na, szóval, legkellemetlebb komment. Aha. Ami úgy örökre veled van. Legkellemetlenebb komment. Figyelj, nem, erre nem tudok válaszolni, tényleg. Tehát egyszerűen mindig vannak újabb, kellemetlenebbek, aztán azok benne vannak egy fél órán keresztül, aztán felejtem is el a francba. Itt megint a gyümölcsösség, egy kis barackot, mintha éreznék benne. Extra erős chili sauce a világ legerősebb chili paprikáiból. Orange habanero, narancsos habanero. Abszolút jön. Nem barack, narancs. A friss gyümölcs. Én tudod, mit érzek benne? A WC-n való szenvedés. Nem, semmiféle gyümölcs, itt a gyümölcsösség már rég elment, hallod? Itt már nincsen, itt már az a jó ismerős végbélcsípés érzés jön nekem, sajnálom, tehát hogy nekem eljutottam arra a pontra. Papa, mindenképpen majd... Amikor tudod, bocsánat, hogy belemegyek, ülsz a WC-n, és így nem tudod biztosan amúgy, hogy bocsánat a kifejezését, kiszartad-e a beled, vagy csak csíp. Mikor felállsz, és vissza kell ülni. Vissza kell ülni, és akkor várni egy kicsit, amíg úgy enyhül, és akkor úgy nagyon finoman úgy megdebelni. Na, ezzel mi a helyzet, Fater? Ez egy olyan kettecske, mi? Ne tegyél sokat. Nem. Egy ilyen nüansznyit. De amúgy ez erős? Annyira nem. Habanero. Az a baj, nekem ez olyan ilyenkor, hogyha eszek valamit, ami nagyon csípős, utána már bazd meg még a ketchup is csíp, tehát hogy így én nekem nem az majd kiég a receptom. Jössz már, Fater? Hát ez megint egy kisebb... Utóízében nagyon ott van a pöttyikelet. Szóval, bocsánat, igen, tehát nem figyeltem, értem, mert nagyon magam, most kezd már lecsengeni. Tehát orange habanero, aha. Narancs, teljesen, azt sem tudom mi van. Figyelj, most kerültem vissza, tudod, most visszajöttem ilyen testen kívüli utazásom. Merre jártál? Fú, Fater! Tényleg a WC-n voltam már fejben, nem viccelek. Hát megfújtam, de minek? Vágod, tehát hogy... Pont azt akartam mondani, hogy ez egyébként kihűlve is jó az a csirke. Nagyon finom. Figyelj, mennyire, tényleg, mennyire csípett? Nekem 2,5. Fele. Hát neked az előző is 2,5 volt, az nem? Az 3,5. Ja, az már 3,5. Gyengébb annál. Na jó, gyerünk, bébé. Hamar jött. Végig ott volt. Nálam egyenletesen nem volt olyan brutál. Na jó. Te ebbe éreztél narancsosságot? Aha, utóízbe, majd. Ha nem is konkrét narancs, de valami gyümölcs, valami gyümölcsességet, egy kis ilyen gyümölcscukor, egy kis ilyen tavaszias, virágos, gyümölcsös, nem tudom, nekem valami abszolút jön. Lehet, hogy már csak oda képzelem. Olyan tanyasi árnyékszékes. Figyelj, én paprikát éreztem. Only. Uh-huh. Paprika ízt, utólag is. Épül. Igen. Jön a teste. Jön a teste. Úgyhogy megérkezhet a vizecske. Azt mondjuk én is kérem. Te is kérsz. De én most szomjas vagyok. Én azért most... Azért ez valóban igazad van, határozottan egyében csípős sokkal. Bár azért most felkorbácsolja már a szétkúrt nyelvemet. És ahogy jön egy büfike, teljes paprikás kert, csicsergő madarakból, ízformájában, érted? Ott érzem magam a fólia sátorban, a tömény paprika szagban. Vágom, mire gondolsz? Én tényleg csak nem tudok másra gondolni, csak az árnyékszékre. Úgy érzed, hogy meg fogja törni a... Például biztos vagyok benne. Persze. Remélem, hogy most innen majd még haza is megyek. Tehát, hogy majd az...
idefele is volt egy kisebb fajta baleset, ugye, amiről nem beszélünk, de nem kell kettes számra gondolni. Semmire sem kell tulajdonképpen. Ökölbe szorított seggel, visz majd hazafele. Igen. Hát ilyenkor az a, ugye, a dilemma mindig, hogy a gyomornak is egy jó enyhüléshoz egy hideg, teljes sztori. Viszont ő az annyira indukálja a folyamatokat. Tehát azt majd csak otthon. Szerintem hazaérsz, karosszék, forró csocsi, nem? Ja. Egyébként az milyen jó lenne, nem? Kandalló, karosszék, forró csocsi, egy pipa, meggyújtani egy klasszikus pipát, kettőt belesukkolni csak a sztori kedvéért, az íze miatt. Életem nem pipáztam még. Te pipáztál már? Vízipipáztam nagyon sokáig egyébként. Jó, hogy arra gondolt, én azt nem, klasszikus... akkor én most a klasszikusra gondolok. Na igen, vízipipát már én is, de ez a klasszikus pipa, meg azon dolgoztam úr, hogy a dohányból volt, hogy szivart se szívtam. Én igen. A tömény. Teljesen máshogy kell szívni. Én testes, tudom, meg aha. Gondolom. Meg... Ja, meg az is nálam a vízipipázás is azért ment nagyon. 99-ben kezd, 2001-ben, bocsánat, kezdtem vízipipázni, és egy 5 éve hagytam abba. Wow. És úgy képzeld el, hogy hát az egy szertartás, te a sütike adott körbe, szóval az araboknál az nagyon, nagyon meg van tolva. Na, közben Louisiana Gator Blood. Ez, szerintem ez lesz a legdurvább, ott van a mag. Extra erős cajun fűszeres csiliszósz a világ legerősebb csilipaprikáiból. Louisiana Gator Blood. Aha, igazából most ennek is az a nagyon erős tömény paprika illata van. Sejtettem. Én már kezdek ezektől rosszul lenni, Fater. Tehát, hogy nem... De figyelj, ezen a ponton már mindnek ugyanolyan halálszaga van. Tehát bazdmeg, én már... Isti, mert talán csak a WC papírt látod. Én már ledobtam a láncot, hát tudod, a törlés után ez van rajta. Tehát ez az igazi. Fú, Fater, nem. Azért már testen nyomsz annyit, mint az elején, ugye? Tehát azért te is már úgy. Ez sós. Ez egy sósabb... A rendszámzottál volna. Kettes. Ez lassan építkezik. Ez. Jaj, ne. De nem olyan vész. Három a csípősség, négyes az íz nálam. Ez egy olyan erős pista... Bazd nem. Hármas mi? Ki van szállva a torkon? Kimarták, bazd meg. Aha. Ez a haragos pista. Pistázd meg! Hashtag ja. Pistázd meg! Akkor nekem is kéne mi? Na kurva jelbe. De annál fűszeresebb. Játékosabb. Játékosabb, bazd meg. És amúgy nagyon rohadék mód építkezik. Nagyon óvatosan. Tehát, hogy így... Aha. Srácok, tehát nem. Sebet ejtettél a csirkét. Figyelj, papírkutya volt. Hú, köhögtetős. Az a baj, hogy nekem már most olyan a szám, hogy már most van egy hármas benne. Tehát értem, hogy ez csak egy ilyen kettő is fél, akkor adjuk össze. Tehát, hogy így... Hogy jön ki a matek. Hú, de rohadék ez. Ez nagyon rohadék, Fater. Most jött meg? Ilyen sok nem. Egyben... Folyamatosan. Még mindig jön. Lassan, mint egy úthengelt képzelje. Nem kötelező, ha nem érzel, akkor... Végigkóstolom, miért legalább annyi megtesz, hogy ennyire kis punci adagokat tolok rá, az már minimum megkóstolom, de... Nem, amúgy lecsögezem, ezt nem mondtam. Jaj. Itt nem is csak az ízpreferencia, meg a csípős nem tűrés, hanem a gyomor. Tehát, hogy a Zsoltinál is ez a gyomorvédelem van nálam is, mert egyszer éreztem olyan gyomorpanaszokat, amiket még azelőtt soha, a hot chipnél. Az brutál. Onnantól kezdve én ezeken nagyon csinyám, mert az... egy órán keresztül vajúttam. És nem a vécén, hanem kanapén. Hallod? És egy percenként megfordult bennem a gondolat, hogy na akkor most mentő, vagy nem. Tehát, hogy most sose éreztem még olyat. Ez ott marad. Itt nem, nincs az, hogy lecseng olyan könnyen. Uda utálom azokat, haver. Hát nagyon jól érzem magam, hallod? Jaj, annyira kárörvendő szemét látod vagyok amúgy. Nem is az, hanem feletteti az én szenvedésem az, hogy... Hogy én jobban szenvedem. Igen. Aha, jön a build-up. Hello, megérkeztünk. Figyelj, ez is olyan volt, bazd meg. De most, figyelj, az utolsó háromnak nekem, amúgy nem éreztem sósságot. Megint csak a halálos paprikát. Az utolsó háromnak nekem tök ugyanolyan íze van. Lehet, hogy ez már csak az én szétcseszett nyelvem meg a ízelő bimbóim okozzák. Nekem ezek már mind
gyakorlatilag erős paprika mag ízűek. Tényleg ez a keserű, de mint a rohadt élet, amit még nem is tudom, ennél szívesen. Ez is azért, figyelj, viszont ilyen kis mennyiségben ez is tök jó. Tehát kellemes, tényleg, nem fáj, hál' Istennek. Én ezt utálom, ezt az érzést, amit te elmire így keresel, tehát kutatod ezt a... Igen. Hogy így haj bele, hogy így minél gyorsabban. Fú, ez így nagyon enyhén tényleg kellemes, komolyan mondom, tehát olyan kellemes sípőséget ad a számba. De... Igen. Többet nem, jó? Következő esőben legyen vége. Junkies. Ennek van a legszexibb. A Junkies, és akkor ez is Gabkó? Ugyanaz, igen. Biztos? Aha, Gabkó Chili. Junkies.hu. Te figyelj már, az a Junkies Music. Nem, dehogy nem. A izé. Apám, vegyél nekem egy lakást. Ezt nem vágod? Nem. Ó, oh, miket tudok már. De kurva volt kollaboráció. Én voltam Junkies koncerten, a Wigwamben. Nem tudom, az valakinek mond-e valamit. Most már szerintem nincs is olyan. Hú, most már. Most már azért... Nyitott ajtón át szarhatok. Valami ilyesmi. Ez ilyen gyümölcsös. Micsoda? Nyitott ajtón át szar? Nem, a dalban van benne. Azt vágom, de hogy ez ki van így emelve. Na, ez már tényleg gyümölcsös. Ez már milyen is ez? Összetevők, áfonya, csillagcukor, citrus, pektin, fűszerek, só, nabenzonát. Vigyázz, igen. Picit csíp. Az áfonya, áfonya azonnal. Nagyon jön. Ez szerintem, ez még... Én még az áfonyának az illata... Egy kicsit mindig összekeverhető szerintem a ribizlivel, fekete ribizlivel, és egy kicsit az is bogyós fűszer. Persze. Meg azt hiszem egyébként, hogy a Junkies-nak talán a basszusgitárosa, vagy a szólógitárosa, Ricky Church, talán nemrég halt meg. Igen. Most ezt nem akarom készpénznek venni, vagy, de valami ilyesmi van a fejemben. Ez nem fog neked szerintem megérni. Nagyon édes. Aha. Ez a csipke bokor legpár, vagy a csipke de nem csip. Szinte. Nagyon enyhén, ez levezető. Ez levezető. Megküldtük. Na jó, van a Junkies zenekar tiszteletére. Gyerekek, egyébként ízre jó. Nekem ízlik, csak neked a csipke vagy olyan nem ízett, akkor azt megkezdem, hogy el sem fog annyira. Drip. Uh-huh. Ez inkább ilyen vadhúshoz, marhához. Uh-huh. Nem a csirkéhez való. Ez finomabb. Nekem ez jobban bejön. Nem a zenekar miatt, de tényleg, ez jó. De megint gyakorlatilag eltűnt azonnal. Jó. Az íze. Na. Akkor feltételezem neked, ez volt a kedvenced. Straight up. Nekem a barbecue volt a kedvenced. Azt hittem az a nagyon csípő. Nem. Még egy last debet, így a vízére tudod. Nem, istenőz. Az utolsó darabomat én a kedvencemmel fogom megenni. És ha te szeretnéd, akkor te is a kedvenceddel lehetsz még egy. Nekem még három is akkor van. Akkor háromat is. Akkor intenzíve vegyünk. Figyelj, én ezt tízébe, paraszba így ide. Nyomod. Kiküldöm. És akkor elcsemegézzük a végét. Szóval nekem a kedvencem tényleg a jalapeño with tequila. Hát, ez nagyon finom volt. Ez nagyon finom volt. Papitának pedig a barbecue. Gabkó. Ez tényleg nem volt rossz még amúgy, hozzáteszem. Nekem is ízlet, de nekem ez volt az ekte. Igen, és figyelj, ez a savanya lecsengés ebben, ez is eltűnik relatív elég hamar az íz, de úgy ott van. Igen. Úgy valahogy nekem többet ad. És hogyha már szószt használok, akkor már ilyeneket keresek, amik ott vannak végig. Nem az, hogy egyből így hopp, hello, azt így bekopog, benéz, azt eltűnik. Bekopog. Jöjjön be! Viszlát! Jöjjön be! Így vendégül látom. Igen. Na mit mondasz erre a tripre? Megbántad? Megbántad, hogy eljöttél? Nem? Várj, azért majd holnap reggel még üzenetet küldesz. Papi, a kurva életbe ötödjére vagyok a WC-n, bazd meg, még egyszer ne hívjál, mert... Szerintem nagy probléma most nem lesz. Én nem ettem olyan sok, nem volt. Nem, egy kis... Igen, egyetlen egy volt, ami azért odavert. Akkor teljesen elhagytam a testemet. De... Elveszítettünk egy pár másodpercet. Az teljes mértékben. Hát azt tudtam, mi a francot beszélsz. Hát te nem is figyeltem. Igen, mondom, mi? Narancsos, micsoda? Hú, ez nagyon állt, ez a végén. Szóval nagyon jó volt egyébként.
szerintem nagyon jól jött a jóslatod, hogy kevésbé csípősek úgy unblock. Volt egy három, ami azért ott azok a világ legerősebb paprikáival is, azok ott már kicsit azért hardcore-ak voltak. De ott is az van, hogy szósznál könnyen tudsz játszani a mennyiséget. Mm-hmm. Tehát, hogyha teszel annyit, mint amennyit egy ilyen nüansznyit, egy hangya, akkor megtrükköz, kicsit megizzasz, kicsit egy pár másodpercre kivillent a balansztengelyedből. De hogyha meg, hogy mondják, hogy teflon szájú vagy, akkor meg azért, hogyha teszel belőle egy tetemesebb mennyiséget, akkor pillanatokattal él azért ki tudod igényíteni ezeket az adrenalin igényeidet szerintem. Tehát ez szerintem szószal jobb, mint porrokkal, meg ilyenekkel, ezzel jobban lehet játszani. Ha lesz ilyen csípőset kóstolni, lehet rád számítani, papa? Vagy most rápihenünk egy nagyot? Lehet, figyelj! Lehet ezekkel játszani. Lehet, igen. Tehát nem kell magam megölni. Igen, egyébként szerintem nagyon jó kiegészítője tud lenni a kajának. Nyilván a mennyiség az már ízlés és személyfüggő abszolút mértékben. Egyébként szerintem a csirkeszárnyak is nagyon finomak voltak, hogy nagyjából jó is laktam. Na, igen. Nem lehet panasz egyáltalán ezeknél a szószoknál szerintem. Tehát nagyon jól jönnek a paprika ízek. Nagyon kiadja azt, hogy ezek azért ilyen házi jellegűek. És nekem is igazából pont jó, hogy ezt választottad, mert nekem ez a top 2. Úgyhogy ez egy a második nekem is. Bátran, jó szívvel tudjuk ajánlani. Köszönjük még egyszer a Gabho Chininek, hogy eljutotta hozzánk ezeket a szószokat, és ezzel hozzájárult a mai műsor megszületéséhez. Nagyon szépen köszönöm Isti barátomnak, hogy itt volt velünk, és fogta a kezem, végigkísért ezen a kénköves pokolba vezető úton. Neked az nem nagyon volt egy pokolba vezető út, tehát azért megmentél. Azért voltak arcaid. Voltak, de te közben mégis olyan arcod van közben, hogy közben így látom, hogy picit azért tetszik. Igen, hogy szerintem, így, nekem, úgy, én élvezem. De mosolyogva grimasszol a szémek közben, igen. Azt jó, tudom, hogy hol van. Nagyon fontos dologra szeretném még felhívni a figyelmeteket, hogy az István alapítvány formájában igyekszik támogatni a kutyusokat, meg a cicákat, inkább a kutyusokat. Inkább javarészt, igen. És hogy ez egy nagyon-nagyon olyan dolog, amihez én nagyon tudom adni a nevem, és mindenképpen szeretném nektek is a figyelmetekbe ajánlani. Itt a leírásban minden elérhetőség az alapítványnak elérhető lesz, hogy így az év vége közelettével szoktak az emberek kicsit jobban hajlani a segítségnyújtásra. Mm-hmm. Hogyha gondolkoztok ilyenen és tudtok segíteni, akkor nagyon jó helyre kerül. Úgyhogy mindenféleképpen gondoljátok át, és a lehetőséget mi megadjuk azzal, hogy itt a leírásban elhelyezzük nagyon a nagyon jó köszönjük kezdeményezésnek minden elérhetőségét. Úgyhogy én erről nem tudtam, hogy ez bekerül ide. Mindenképpen szerettem volna, mert hát én is ugye gazdi vagyok, ja. Pont tegnap háromig mi is az átkórházban, ja. Tudjuk, hogy mivel jár ez, és ugye a sajátjáért az ember evidens, hogy küzd, az idegenért meg nem mindenkinek az, és aki igen, ja, az viszont akkor áldozat, hogy amivel tud az ember hozzájárul. Nem is akarom ezt tovább, hogy mondjam, spirázni, meg senkinek az érzelmi világára hatni. Akit érdekel, itt a leírásban megtaláljátok. Én még annyit tennék itt hozzá, hogy nem önpromó meg semmi, de hogyha kutyát szeretnétek esetleg magatok mellé, akkor mindenképpen gondolkozzatok el esetleg egy menhelyen. Tehát, hogy ott körbenézni, ott megnézni. Egyébként ez a tapasztalat jön vissza nálunk, hogy gyakorlatilag mi is egy mini menhely vagyunk, úgy nézünk ki, de tényleg nagyon mini, meg átmeneti befogadók vagyunk. Sokan például azért választanak minket, mert hogy családiasabb környezetben látják a kutyákat, mint mondjuk egy menhelyre elmész, igen, és ott van 50 kutya bezárva, mind ugyanolyan kenelbe, és akkor mindegyik ugat ezerre, és akkor nem igazán tudod őket megismerni. De ettől függetlenül, ha minket nem is, vagy nálunk nem is, akkor is egy halom menhely van tele. Tehát tele. És jó gazdira vágyó. És szerintem jobb lehet, jobb megoldás lehet, mint venni egy fajta tisztát, stb. Úgyhogy ezt még ide raknám. Aki teheti, az inkább menhelyről válaszol. Igen. Az én macskáim is menhelyről. Igen. És a szemükben örökre ott van, meg a lelkükben a hála, amit nem válsz el, de látod, hogy ott van. Persze. Hát egy ilyen dologgal zártuk ezt. Köszönöm szépen, hogy ezt felhoztuk, ezt a témát. Én nem is akarom túragozni. Ennyit szeretném hozzátenni. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. További szép napot, reggelt, estét, kinek mikor találkozik a videónkkal. István elérhetőségeit is írt a leírásban, megtaláljátok az enyémet is. Egyre többet vagyunk esténként Twitch-en. Ha akartok élőben egy kicsit
beszélgetni, akkor ott megtaláltok. Hamarosan jövünk egy következő videóval. További szép napot kívánok. Sziasztok! Szerbusztok!